Először is nagyon elégedett voltam a második félidői belépésünkkel, a sebességgel, a gyorsasággal. Az első félidőben egy kicsit elkapkodtuk a utolsó passzokat, nagyon sok pontatlansággal. Úgy éreztem, hogy kicsit féltünk, vagy ilyen riadtak voltunk az utolsó finálpasszoktól, de viszont nagyon jól indultunk be a második félidőben, ahol próbáltunk gyorsítani a játékot a középmezőnyből, és kihasználva a sebességünket a széleken. Ehhez az ellenfél is hozzásegített, de én úgy érzem, hogy nagyobb nyomást tettünk az ellenfélre rá a második félidő kezdetétől, és a nyomás hozta ezeket a helyzeteket is. Ilyen hibákat NB1-ben azért nem lehet elkövetni. Hát az ráadásul az ellenfél jó képességű játékosokból áll. Hát sajnos odaadtuk a centernek, aki berúgta. Utána egy kicsit szétesett a játékunk. Kihasználta az ellenfél a hibáinkat. Akkor már nem tudtunk újítani, habár még utána is volt két gólszerzési lehetőségünk. Ezeket nem rúgjuk be, de jól kezdtük a mérkőzést. Első fél időben partiban játszottunk a tavalyi második helyezettel, szerintem az extra teljesítmény. Hát sajnos egy pici hiba benne van a játékunkban, a védelemben, akkor azt könnyörtelenül kihasználja az ellenfél. Ma is ez történt.